A Lego Harry Potter termékcsalád már rengeteg változáson ment át az elmúlt évek folyamán, most tavasszal viszont megjelent egy vadonatúj hullám, amiben új varázspálcák is érkeztek, úgyhogy ismét egy hatalmas újítás ebben a termékcsaládban. Ez itt az Építs Fel, nézzük is meg! A már jól ismert Harry Potteres dobozt kapjuk meg, Ollivander és Madame Malkin talár szabászata a készlet neve, ez egy 8 pluszos készlet, 744 darab alkatrész található benne, és jelen pillanatban 38 000 forintért lehet megvásárolni a hivatalos LEGO oldalán, és hát igazából láthatod, hogy két épületet tudunk összeépíteni, egészen sok minifigura felhozatal is van benne, és hogyha megfordítjuk, látható, hogy ez bizony össze tudjuk kapcsolni egy régebbi Harry Potteres szettel, és a legnagyobb meglepetés, amit már az előbb is mondtam nektek, vadonatúj varázspálcák vannak benne, de hogy ezek pontosan hogyan is néznek ki, nézzük is meg! Összesen 8 darab számozott zacskónk van, van egy nagyobb matrica ívünk, és hát kettő összerakási útmutatónk is van, az egyikből össze tudjuk építeni Ollivandernak a pálcasopját, a 102 oldalas, még az talár szabászat, az 73 oldal. Összeépítem, és utána megnézzük a részleteit. A minifigurákat összesen három csoportra tudnám osztani. Először is vannak ugye a talárszabászaton található próba bábuk, amiből összesen kettő található. Ebben van egy taláros és egy öltönyös verzió egy picike sárral. Aztán vannak itt a meg nem nevezett varázsló karakterek, van itt egy boszorkány és egy varázslónk is, van egy kerekesszékes és van ez a virágárus boszorkány, viszont figyeljetek oda a virágárus boszorkányra, neki az arca pontosan ugyanaz, némi pici eltérés talán felfedezhető, mint Madame Malkinnak, úgyhogy ebben a készletben pontosan ugyanolyan arcot adtak két boszorkánynak is, az egyik egy kicsit sötétebb árnyalatú, a másik egy picivel világosabb árnyalatú bőrszínnel rendelkezik, és hogyha már Madame Malkinról volt szó, akkor itt van a harmadik kategória, a megnevezett mini figurák, természetesen ebben a készletben is megtalálható Harry Potter, de rajta kívül azért vannak érdekesebb karakterek is, például Ollivandernek a vadonatúj torzós változata, itt van Padma Patil is ebben a készletben, és Harry Potteres készleteken belül először Madame Malkint is megkapjuk, tök jól néz ki szerintem ez a fölső, amit kapott hozzá, de mint ahogy az előbb is mondtam nektek, hát az arca szinte pontosan ugyanaz, mint a másik boszorkánynak, viszont azt is vegyétek észre, hogy ezeknek a minifiguráknak természetesen második reakcióik is van, úgyhogy ebből a szempontból szerintem a minifigura felhozatal tök jó, végre nem csak a szokásos hármast kaptuk bele, hanem egy kicsit más figurák is vannak, de ezekhez a figurákhoz természetesen az épületek is társulnak. Na most ebben a stílusban már régebben is érkeztek meg abszolútó szettek, úgyhogy azokat pontosan össze tudjátok passzolni. Például a Weasley varázsvicc vállalat pontosan beleillik ebbe az arányba, úgyhogy azt hozzá tudjátok csatlakoztatni ehhez. Először is nézzük meg Madame Malkinnak a talárszabázatát, ami egyébként tök jó, hogy először mutatkozik meg LEGO készleteken belül, és az is érdekes, hogy minifiguraként Madame Malkin azért is érdekes, mivel a filmekben ő nem is szerepelt, csak a könyvekben. Úgyhogy tök jó, hogy ez így belekerült. Hogyha megnézitek a homlokzatát, akkor természetesen egy nagyon lila és szürke épületet kapunk. Különböző Madame Malkin féle kis logókat is felfedezhettek, van egy teljesen kiírt verziója, és van csak egy dupla MS verzió az
egyik oldalán, két ajtó van rajta, de ezen kívül meglepetés részletek is vannak matricaként ráragasztva az oldalára. Az egyikre például a School Robes Available Here feliratot kapjuk, különböző reklámokat kapunk a tanárszabászathoz, míg a másik oldalán egy kis referencia az első részből, úgyhogy ha nem vagytok benne biztosak, hogy melyik résznél is vagyunk, a legelső résznél járunk, és itt van egy missing felirat és a tojás, hát ugye Hagrid és a tojás esete ismerős lett számotokra, is egyébként reklámozzák a Nimbus 2000-es seprűt, majd hogyha belenézünk a belsőbe, akkor észrevetitek, hogy hát nem egy széles épületről van szó, hát sajnos ez már lassan trend ezeknél a kisebb készleteknél. Van egy pici kis kassa lent a földszinten, egyébként ide be tudjátok tenni akár a próbabábukat, van egy kis virág az ablakban, majd hogyha fölnézünk a második szintre, itt történik a varázslat, hiszen itt készülnek a talárok. Az egyik oldalon a varrógépet láthatjátok, különböző szövetanyagok vannak fölé bekészítve, van két próbabábú fej is, két különböző fejfedővel, és a másik oldalon palást anyagok vannak kikészítve, szerintem ez kifejezetten jól néz ki, és a másik épületünk Ollivandernek a shopja, amivel hát már 300 ezerszer találkoztunk, úgyhogy annyira izgalmas részletek ebben nincsenek, csak le van kicsinyítve a hatalmas nagy abszolútos készlethez képest. Itt is láthatóak a cégérek, Ollivander feliratunk, de egyébként hát láttátok már ezerszer, a külsején nincsen érdekesség. Na de! A belseje meglepetés vadonatúj dolgokat rejt. Láthatjátok, hogy van itt egy játékfunkció benne, egyébként ebben a készletben gyakorlatilag játékfunkció nincsen, kettő pici babaházat kapunk, de ezt a létrát ide-oda tudjátok mozgatni, és látható, hogy mindenhova különböző dobozok vannak bekészítve. Itt is található lent egy kassa, de a legizgalmasabb része ennek a készletnek a vadonatúj pálcák. Kétféle színben 6-6 vadonatúj pálca dizájnt mutatott be a LEGO ennél a készletnél. Vannak itt kígyófejesek, csavartak, ilyen alakúak, olyan alakulnak, van egy kicsit meggörbültebb verzió is. Végre kaptunk egyedi készítésű pálcákat, most arra vagyok kíváncsi, hogy a LEGO ezt hogyan fogja továbbvinni. Sajnos, ahogy láttátok, a minifigurák kezében is csak a szokásos pálca dizájnt rakta bele a LEGO, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a későbbiekben vajon változtatni fognak? Egyedi készítésű pálcák fognak érkezni minden egyes karakterhez? Mert most már, hogyha ilyenek vannak, akkor simán lehetne. Voldemortnak egy teljesen más pálcája van, mint például Harry Potternek. És akkor ezt simán be is lehetne mutatni a pálcákon keresztül is, úgyhogy kíváncsi vagyok ténylegesen rá, hogy ezek után hogyan fog dönteni a LEGO. És ezen kívül még kettő kis kiegészítő is társul ez a készlethez. Van egy kis táblánk, ami megmutatja, hogy merre kell menni a Gringotts bankba, vagy akár be tudtok szerezni még Quidditch kiegészítőket is, és hát van egy kis virág kocsink is, ami a virágos boszorkányunkhoz tartozik. Összességében társrácok, ebből a készletből kettő épületet tudunk összeépíteni tök jó minifigura felhozatallal, egy vadonatúj Madame Malkin talárszabázatával és egy kevésbé új Ollivanderes verzióval, viszont a vadonatúj pálcák eszméletlen jól néznek ki. Remélem a későbbiekben most már ilyenekkel szerelik a figurákat. Nos, srácok, ez lett volna a 76439-es Harry Potter set bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, a lájkokat a videóról ne felejtsétek. Ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő, én pedig még egyszer szeretném megköszönni a LEGO-nak, hogy elküldték ezt a készletet. Mi pedig találkozunk a következő adásban. Szevasztok! Yeah!